Felix barátommal. Nagyon jól érzi magát. Hát, igen, ez van. Mindig van valami, de katasztrófa nincsen. Hát lett egy ilyen kis patanyomásszerű, de igazából inkább a szögecske. Olyan helyre ment, ugye kisebb patája lett, ugye el volt töredezve, vagy leesett a patkó, jöttünk hazafele. Mindegy, nem is sorolhatnám, vagyis komplikálnám a dolgokat. Mindegy, egy szög nem ment olyan jó helyre, és nagyon kezdett neki fájni két nap után, aztán tegnap kihúztuk neki. Úgyhogy itt van, itt sétálunk, legelünk, nagyon jó van. Kolozsi Laci barátom Pók hív, mindjárt visszahívom őt. Ezt a videót befejezem, most már nagyon jól érzi magát. Gyere, papikám! Gyere! Gyere! Jött mindegy, mit lát, minden, én látom, hogy nagyon szépen megy. Hát tegnap hogyan mentünk, meg ma hogyan megyünk. Gyere, kicsikém, újra legelhetünk. Gyere, cicukám, és sétálunk még egyet. Igen. Hát még kint van, vagy 10 csődik a padikba, amit majd mindjárt behozunk. Jó van, gyönyörű. Na, hamikázzál gyorsan. Na, ott enni kell, az a nyár mindenit. Így van. Hamizzál, úgyhogy nincsen vész, hál' Istennek. Egy-két nap ez a dunckötés, aztán más helyre rakjuk a szöget. Igen. Ja, illetve nem én.